Komoly munkát adott a tűzoltóknak tavaly, hogy eloltsák az égő körmálákat Tiszaeszlár térségében. Nem ez volt az egyetlen ilyen feladatuk 2021-ben. Tavaly 660 szabadtéri tűzesettel kapcsolatos riasztásuk volt. Idén sajnos még több lehet. Döbbenetes adat, múlt péntektől hétfő éjfélig, vagyis 4 nap alatt mintegy 190 hektárnyi, azaz megközelítőleg 380 futballpálya nagyságú terület égett le a megyében. A legnagyobb kiterjedésű lángok Geszterédnél pusztítottak múlt vasárnap. Mintegy 50 hektáron égett a száraz avar és a bozótos Geszteréd külterületén, a nyíradonyi, a hajdúböszörményi, a nyíregyházi hivatásos, valamint a szakói önkormányzati tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Valóban indokolt a tűzgyújtási tilalom. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében február 26-ától él a tűzgyújtási tilalom, más megyékkel egyetemben. Szakemberek szerint a szabadtéri tüzek 99%-a emberi mulasztás vagy figyelmetlenség miatt keletkezik, és szinte kivétel nélkül megelőzhetőek lennének. Volt olyan eset, ahol például kommunális hulladékot kezdtek el égetni egy-egy családi ház udvarán, viszont az erős szél miatt a lángok átterjedtek a szomszédos telkekre, és itt több száz négyzetméteres szabadtéri tüzek keletkeztek több településen. Tilos tehát a szabadtéri égetés az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében. Fontos, hogy a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók, de a parlag és gazégetés is tiltott. A tilalom ellenére a saját kertjében mindenki bográcsozhat vagy grillezhet, a tüzet viszont egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Az érvényben lévő tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapokon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.